Az elmúlt hetekben nagyon sok táncverseny, minősítő táncverseny volt Nyíregyházán és környékén, és hát nem csak a fiatal, mondjuk hip-hoposok értek el különböző sikereket, kupákat és minősítéseket, hanem az örök ifjak is. Erről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van Renkó Mihályné, Julika néni, a Vadrózsa tánccsoport vezetője, valamint Tóth Ernőné, Marika néni, a Sóstó gyógyfürdői, Sóstóhegyi nyugdíjas klub elnöke. Szervusztok! Szervusz. És hát gratulálok, hiszen van mihez. Meséljetek a legújabb sikerekről, hogy hol jeleskedett a tánccsoport, a szenior tánccsoport. Hát az országos minősítő versenyen vettünk most részt, a 6. országos minősítő versenyen aranyminősítést nyertünk C kategóriába, és 2016-ba meg akkor is aranyminősítés D kategóriába. És hát ki mit tudokon, falunapokon külön díjat nyertünk például. Nagyon sok rendezvényen, falunapon részt veszünk, ahova hívnak. És a Szabolcs Néptánc Egyesület szenior csapataként szoktunk ővelük együtt fellépni, és az egy annyira nagy megtiszteltetés, hogy a Nagy Szabolcsal, a Sóstóhegyi Vadrózsa tánccsoport abban a műsorban részt vesz, és mindenki 60 éven felüli, inkább a 70-hez közeledik. Összetartó ez a közösség? Nagyon. Tehát maga a tánccsoport is. A klub is, de a tánccsoport 12-en vagyunk, és mindig mindenki segítve egymást, akár ruhába, vagy bármibe, ha baj van, baj történik, akkor is segíti egymást. Igen. És vajon milyen a közösség, a bővebb, tágabb közösség, hogy ugye 12-en táncolnak a tánccsoportban, ők összejárnak, és sikereket érnek el, de maga a nyugdíjas klub mennyire aktív? Hát elég aktív, mert Nyíregyházán, ha két tányért összecsapnak, akkor biztos, hogy megjelenik a Sóstófürdő és Sóstóhegyi Nyugdíjas Klub. 86 tagunk van jelenleg, tehát elég nagy klub vagyunk. Elég sokat megyünk, és főleg a táncosaink, hát ők meg aztán szuper dolgokat tudnak csinálni, 12-en vannak, de bármilyen rendezvény van Nyíregyházán, mindenütt ott vannak, és már úgy jelennek meg a versenyen, én ugye a színpad mellett szoktam átcsorogni, hogy na, ha a sóstóhegyiek itt vannak, akkor biztos, hogy ők fognak győzni. De ez tényleg így van, tudják. És meg a versenytársak és el is ismerik. Na, hát ez nagyon fontos. Tehát úgy indulunk el, hogy tehát mindent megteszünk azért, hogy elsők legyünk. Tehát annyi sokat próbálunk, és annyi sok munka van benne, hogy komolyan mondom, rosszul esne, ha nem az lenne, mert hogy annyi munka van benne, hogy amikor minősítőre vagy fellépést kapunk, felkérést, akkor csütörtökön is próbálunk, kedden is próbálunk, és még előtte, még ha kell, a fűen is próbálunk, hogy az annyira szeretnénk megfelelni, hogy már azért ilyen korban olyan cikinek tartom, hogyha nem sikerülne. Ez amúgy annyira szép dolog, hogy az örök ifjak ennyire aktívak Nyíregyházán, Sóstóhegyen, Sóstógyógyfürdőn is. Ugye pont ennek érdekében nagyon sokszor támogatja az idősebbeket a város is különböző rendezvényekkel, vagy akár a Mozdulj Nyíregyháza program keretein belül is vannak kifejezetten olyan foglalkozások, vagy rendezvények, ahova őket szólítják fel, vagy meg, és igenis ott vannak az örök ifjak, szépkorúak. Ez nagyon szép dolog, de mi a cél ezzel? Tehát önmagunk szórakoztatása, a közönség szórakoztatása, vagy ez annál talán több is? Hát önmagunk szórakoztatása is elsődlegesen, de ha már ennyi sokat belefektetünk, ennyi energiát, hogy azért eljönnek a táncosok, azért csak otthon kell hagyni a férjét, az unokát, feláldozzák a szabadidejüket, tehát azért nagyon nagy dolog, ha eredményt érünk el. Bár annyira nem kapunk támogatást, mert azért ezek mind olyan dolgokból teremtjük meg, hogy hát főzünk, lekvárt főzünk. Na, ilyen szinten itt jön a közösségépítés, hogy igen, ez milyen fontos. Akkor van, akitől adományt kapunk. Igen. Tehát úgy igazán
jó lenne, ha több kiírás lenne erre a dologra, hogy tudnánk pályázni. Na, itt volt egy szép felvetés akkor a város vezetése felé. Szerintem van erre lehetőség bőségesen. És mennyire jó a közösség, vagy kik csatlakozhatnak ehhez a nyugdíjas klubhoz? Bárki csatlakozhat, mert Nyíregyházáról is kijárnak. Sóstóhegyre bármilyen rendezvényünk van, vagy például a környező településekről, akár Gálva Bencselőről, Debrecenből átjárnak, úgyhogy elég sok külső tagunk van már, úgynevezett külső tag, és minden rendezvényre nagyon sokan eljönnek. Na most az az igazság, hogy én nagyon féltettem például tavaly nyáron a táncosainkat, mert a 40 fokos hőségbe fellépni, azért az nem volt semmi. Tehát igazi hősök is ezek a nagymamák, nagyszülők. Milyen rendezvény lesz esetleg a közeljövőben? Hiszen most itt van rengeteg kupa, rengeteg minősítőlevél, oklevél, a sikerek ott vannak a tánccsoport mögött, de biztos lesz esetleg olyan közeljövőben rendezvény, ahol láthatjuk ezeket a gyönyörű ruhákat. Hát most például holnap is fellépünk, lesz az ivónap a klubba, és a nyugdíjas klubnak a férfi tagjait fogjuk köszönteni a táncunk, és azt még feltétlenül szeretném elmondani, hogy azért vagyunk ilyen sikeresek is, szorgalmunk, és Ágoston Ildikó egy táncművész, aki úgy tanít bennünket, hogy az tényleg minőségi táncot tanulunk, és nekünk való, tehát hogyha nem vagyunk annyira fiatalok, és akkor kérünk mindig egy kis könnyítést, és ő ezt mindig megteszi, hogy az még a tánc néptáncon belül maradjon. Kategóriában, vagy műfaj tekintetében mik a kedvenc táncok? Néptánc. Csak néptánc, a néptánc. Néptánc, igen. A néptánc. Igen. Akkor maradt a Ildikó vonalán ez. Igen, 8 betanult táncunkval, és most tanuljuk a 9-ét, a cigánytáncot. Na hát ezt kíváncsian várjuk akkor a következő nagy fesztiválokon, igen, vagy rendezvényeket. Nyáron van már esetleg egy-két fellépés, ahol elleshetjük a vadrózsák sikereit? Hát a Fakanál Fesztivál lesz most Nyírszőlőben, 16-án, és ott is fel fogunk lépni. Megfőzünk is. Jaj, de jó! És az az igazság, hogy nem csak a tánctudásukat mutatják be, hanem a főzési tudományukat is. Igen. Arról nem hoztam első díjas papír, de igen. Arról is szerintem lehet. Nagyon elismerő oklevelet szerezni. Biztos, akkor a Fakanál Fesztiválon találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánunk akkor a nyugdíjas még klubnak is. És már engedje meg, hogy nekünk van még egy másik csoportunk is. Az öreg fiúk énekkar. Akkor a táncot kiegészíti, igen, az énekkar. Igen, az öreg fiúk énekkar, akik például tavaly a Debrecenben megrendezett Katonadal Fesztiválon első helyezést értek el. Tehát ők is nagyon-nagyon összetartó csapat. Tehát ez a két csoport, az viszi a hírnevünket kellően. Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő akkor kiemelt helyet érdemel, nem csak Nyíregyházán, hanem akár az egész országban. Igen. Köszönöm szépen, és tényleg gratulálok, a kedves nézőknek pedig egy kis programajánlóval kedveskedünk. Megnézhetik, hogy a következő napokban, hetekben milyen színes programkavalkád lesz itt Nyíregyházán. Gyermek és ifjúsági néptánc találkozó május 26-án a Váci Mihály Kulturális Központban. Országos természet- és környezetvédelmi filmnapok május 26-án a Krúdy Gyula Art moziban. Ingyenes filmvetítések a Krúdy Gyula Art moziban május 28-ától, regisztráció a fejlesztési ügynökségnél a Benc úr tér 7 szám alatt. Nemzetközi textilművészeti konferencia és kiállítás május 26-27-én a Móri Zsigmond könyvtárban. Műsor Rozsnyai György énekes szervezésében május 26-án 14 órától a Városmajori Művelődési Házban. A Fixpont Balettiskola évzáró gála műsora május 27-én 5 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Erdeiné Törőcsi Katalin népi iparművész orsóval és ecsettel című csipke és festmény kiállítása a Móri Zsigmond könyvtárban május 28-án 5:30-kor kezdődik a megnyitó.
Május 29-én 14 órától mozgásszervi betegségeink a csontritkulás gyógykezelésének lehetőségei, előadó dr. Kresák Ilona főorvos, helyszín a Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház díszterme. Senior örömtánc május 30-án 11 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Ingyenes filmvetítésekkel várja az érdeklődőket a Kródi Gyula Art mozi, nem csak most hétvégén, hanem a közeljövőben is, rengeteg minden van, erről beszélgetek vendégeimmel, hiszen itt van Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója, valamint Demeter Zsuzsa, a Megyei Fejlesztési Ügynökség Program menedzsere, szervusztok! Szervusz, rengeteg minden lesz, lényegében két-három rendezvényről is tudunk beszélni, de mind a két-három rendezvény a filmről szól, és lényegében az ingyenes filmvetítésekről, a lehetőségről, hogy a nyíregyháziak bekapcsolódjanak ezekbe a vetítésekbe. Már most hétvégén elindul ez a kavalkád. Mi lesz a Kródi Gyula Art moziban, Szilárd? Van egy országos rendezvényprogram sorozat, természetvédelmi filmnapok. Ez egy gödöllői fesztivál, országos szinten nagyon sok moziban játszanak ilyenkor filmeket, mi ehhez csatlakoztunk, és néhány napja az is kiderült, hogy nem csak egy napról beszélünk, hanem kettőről. 26-án szombaton, tehát holnap, és várjuk szeretettel a kedves természetfilm iránti érdeklődőket. Ez egy Kródi természetfilm nap lesz, tehát maga a Kródi mozi természetfilm napja. Ebben nagy sikerű természetfilmeket vetítünk le, és 10 óra 15 perckor kezdődik szombaton a rendezvény, az egyetemről lesz egy felvezető előadás, Drabancz tanár úr fogja tartani, és 10 óra 30 perctől folyamatosan vetítünk filmeket. Röviden is mondom, lesz a Vadkunság című film, a Gemenc, illetve a Vadbalaton című természetfilmeket fogjuk, körülbelül óránként ezek olyan hosszúságúak, és másnap, 26-án vasárnap, 10.30-tól kezdjük a országos programsorozathoz kapcsolódva. Itt a Kárpát-medencei filmszemle filmjeit fogjuk levetíteni. Keresztúri Ferenc, Kelet és Nyugat, Gregus Dezső, Négy évszak a Tiszatavon, Szentdőfi Balázs, Hegyek, Völgyek, Halai, Mosonyi Szabolcs, Tiltott Zóna. Ezek is folyamatosan fognak menni, és nagyon fontos információ, ezek a filmek ingyen tekinthetőek, meg csak a pénztárba egy nullás jegyet kell kérni, tehát jegyet azt kell váltani, de belépés díjtalan. Nagyon nagy szeretettel várunk erre a rendezvény sorozatra is mindenkit, és akkor szerintem most már át is adhatom a szót a Európai Film Hétre. Mert hogy lesz ilyen is újra. Igen, és azt akartam mondani, hogy mi nem adjuk ilyen könnyen magunkat. Minimális regisztrációra szükség van ahhoz, hogy valaki ehhez az úgynevezett ingyenes jegyhez hozzájuthasson. Ehhez be kell fáradni a Benczúr tér 7 szám alá. Szerintem nagyon sokan már ezt tudják is. Vannak, akik még hezitálnak, hogy most vagy megpróbálják a filmek előtt, de elég jól fogynak a jegyek. Mondhatom, hogy a 60-70%-a már elment a jegyeknek, úgyhogy azt gondolom, hogy minél hamarabb jöjjön mindenki, aki de tud. De mi is ez az Európai Film Hét? Hiszen ugye Szilárd mondta, hogy az ő rendezvényük, ami most lesz szombaton és vasárnap, ami lényegében majd tudom két különböző rendezvény, azért itt a környezetvédelemről is szólnak leginkább, a természetről ezek a filmek. Az Európai Film Hét keretében miket lehet nézni, mikre lehet regisztrálni? Mert mondhatnám röviden, hogy az Európai Unióról, de persze ez így elriasztaná talán a nézőket, és nem is igazán helyes az a megfogalmazás, de az igen, hogy nem amerikai filmeket, hanem európai filmeket láthatunk. A francia, belga, magyar, olasz és a spanyol filmek. És igazából mindenféle műfaj, vagy itt van valami? Mondhatom, igen, mindenféle műfaj. Uh-huh. Igyekszünk mindenfélébe egy kicsit belekóstolni. Szeretik nyilván a végjátékot az emberek. Van dráma is, és van rajzos, animációs film, ami a vele kisebbeknek szeretnénk örömet szerezni. Ez nagyon jó dolog amúgy, hogy tényleg így igyekeztetek úgy válogatni az Európai Film Hétre a filmeket, hogy minden korosztály legyen érintett. 60-70%-a jegyeknek már elkelt amúgy ez, vagy hát hogy regisztráltak. Ez jónak számít? Hiszen lehet, azért 28-án, tehát jövő héten hétfőn indul ez a film hét, hogy keveset ugye? Is mondtam, mert ilyen 80-90 főnél tartunk átlagosan egy film esetében, és ugye a Kródi mozi 100
160 férőhelyes, tehát helyek közel jók ezek a számok, de még van addig idő, úgyhogy addig reméljük, hogy növekednek az igények. Mikor indul pontosan a filmhét, és meddig tart? Hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken. Tehát hétköznapok. Csütörtökig, így van, munka után. Igyekeztünk úgy az időpontot kialakítani, hogy azért aki fél ötig, ötig dolgozik, még odaérjen. 17:30-tól kezdődnek a filmek, kivéve pénteken, amikor a gyerekek kedvéért már 16 órától megkezdődik a vetítés, ahová várjuk a családdal együtt. Na most azon gondolkodom, hogyha valaki eszméletlenül szereti a filmeket, a művészfilmeket, és ugye nem feltétlenül nagy ilyen hollywoodi filmprodukcióra kíváncsi, hanem azt mondja, hogy na most elmegyek és megnézek egy jó lengyel filmet, vagy olasz filmet a Krúdi Gyula Ártmoziba, ráadásul ingyen, akkor megteheti azt, hogy akár mindegyik filmre kér jegyet, vagy csak van egy maximum, hogy mondjuk 3 filmre lehet regisztrálni? Nem állítunk korlátokat, azt hiszem, hogy bátran jöhet mindenki mindegyik filmre. És van is erre példa időnként, hogy mindenki, igen. De ez nagyon jó dolog, és ez meg is mozgatja amúgy a mozi életét, hiszen rengetegen ott vannak. És hát azért ugye a Krúdi Gyula Árt mozi nagyon fontos, hogy a Váci Mihály Kulturális Központhoz tartozik, és nektek egy nagyon érdekes és jó hírrel tudtatok szolgálni a közelmúltban. Mesélj erről, hogy milyen címet kaptatok, hogy ne lőjem le a poént. Bekerültünk a Nemzeti Értéktárba, a Nyíregyházi Települési Értéktárban vagyunk nyilvántartva, de ez azt jelenti, ugye, hogy nemzeti értékként kezelik a Kulturális Központ épületét és a benne folyó szellemi, szakmai munkát, tehát ez tulajdonképp mindannyiunkat érint valamilyen szinten a térmét is, mert ti is itt vagytok nálunk, úgyhogy nagyon örülünk ennek az elismerésnek, és nagyon büszkék is vagyunk egyébként rá. És milyen jó, hogy magának a központnak ilyen jók a kapcsolatai, akár mondjuk a televízióval, az itt működő egyesületekkel, tánccsoportokkal, vagy akár a fejlesztési ügynökséggel is, hiszen ez már így van. Beszélgettünk, mielőtt jöttünk, hogy valamikor még egy volt kolléganővel 2009-ben egyébként én kezdtem el ezt, akkor még a mozival foglalkoztam elsősorban, és akkor jött ez az ötlet, hogy az 5 éves évfordulóra egy ilyen európai filmhetet szervezünk közösen, és hát ez is olyan jó sikerült, hogy 2009 óta minden évben közösen megszervezzük ezt a rendezvényt, és tényleg mondhatom, hogy általában vagy teltházas, vagy nagyon közelíti a teltházat, tehát ezen az 5 napon ilyen 7-800 néző ellátogat pluszban a rend, úgymond hagyományos vetítéseink mellett is. Nagyon kedvelik a nyíregyháziak, sőt a megyebeliek. Hát azóta meg mióta ugye teljesen digitálisan fel lett újítva az Artmozi, azóta meg ez még inkább visszaköszön. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a mozi működése kapcsán. Hát azzal már többször dicsekedtem, hogy többszörösre nőtt a nézőszám, pedig ez egy artmozi, tehát az törvényi kötelezettségeink vannak, hogy milyen filmeket vetíthetünk, de hát nagyon örülünk, hogy szeretik a nyíregyháziak, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy esetleg még aki nem látogatott el hozzánk, az Országzászló tér 8 alatt van, egyébként a mozi a 4. emeleten, az jöjjön el, nézze meg, hogy milyen a technikánk, milyen a hangtechnikánk, milyen kényelmesek a székeink, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy menjenek el a Bencz útérre, kérjenek jegyet, és szeretettel várunk mindenkit. Sőt, én ha jól tudom, még egy sorsolás is lesz, nem? Igen, erről most még nem nagyon tudok részleteket, majd később viszont hozzá szerettem volna tenni, hogy mi majdnem azt mondom, hogy duplikáljuk a filmeket, ezt majdnem elfelejtettem, mert hogy a művészfilmek előtt van egy nagyon rövid 5-6-7 perces kisfilm, amely tulajdonképpen az Európai Unió értékei körül forog. Most ez így durván hangzik, de valóban jó kisfilmek. Én most megnéztem mind a 4-et, 5-öt, és tanulságosak, látványosak, és valóban arról szólnak, amit mi szeretnénk közölni, ugye az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek átadása, ami a mi fő szempontunk, vagy fő célunk, és ennek érdekében igyekszünk mindenféle olyan programot kitalálni, amivel hát elérhetjük a legszélesebb közönséget.
pár másodperc még maradt a beszélgetésünkből, azt azért mondjuk el, hogy mettől meddig vagytok ott a Bencz úr téren elérhetőek, hiszen azért a legtöbb ember nem biztos, hogy úgy ki tud szaladni munkaidőben, de hogy lehet egyáltalán regisztrálni? Kardinális kérdés, tudom, igen. És valóban munkaidőben elsősorban, de azért igyekszünk segíteni ebben, a portaszolgálat egészen pontosan egy órát még rátesz a munkaidő ez után. Szuper. Tehát 5 óráig, 6 óráig, pénteken pedig 3 óráig még meg lehet találni. És hogyha valaki esetleg az utolsó pillanatban kapja fel a fejét, hiszen a rendezvény jövő héten hétfőn indul, tehát 28-án, tehát még mondjuk hétfőn beszaladhatok hozzátok regisztrálni egy csütörtöki filmre? Nélkül, vagy már lehúzzátok a rólót minden további nélkül, sőt én azt mondom, aha, hogy akár a filmek előtt is, csak akkor egy picit hamarabb kell jönni, hogy legyen idő. Meg legyen hely, mert hogy legyen hely. Igen, ez fontos, mert ha lesz hely, akkor be fognak jutni a kedves nézők. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és beszélhettünk egyrészt a hétvégi rendezvényről, meg a jövő heti filmhétről is. Aki esetleg lemaradt volna az előzetes témákról, az lesse meg a nyiregyháza.hu-t, hiszen a programajánló részen mind a két eseményről találnak információkat, illetve hát akkor a Bencz úr térre érdemes ellátogatni a fejlesztési ügynökséghez. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, önöknek pedig programajánlóval kedveskedünk most. Gyermek és ifjúsági néptánc találkozó május 26-án a Váci Mihály Kulturális Központban. Országos természet és környezetvédelmi filmnapok május 26-án a Krúdy Gyula Art moziban. Ingyenes filmvetítések a Krúdy Gyula Art moziban május 28-ától, regisztráció a fejlesztési ügynökségnél a Bencz úr tér 7 szám alatt. Nemzetközi textilművészeti konferencia és kiállítás május 26-27-én a Móri Zsigmond könyvtárban. Műsor Rozsnyai György énekes szervezésében május 26-án 14 órától a Városmajori Művelődési Házban. A Fixpont Balettiskola évzáró gála műsora május 27-én 5 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Erdeiné Törőcsi Katalin népi iparművész Orsóval és Ecsettel című csipke és festmény kiállítása a Móri Zsigmond könyvtárban május 28-án 16:30-kor kezdődik a megnyitó. Május 29-én 14 órától mozgásszervi betegségeink a csontritkulás gyógykezelésének lehetőségei, előadó dr. Kresák Ilona főorvos, helyszín a Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház díszterme. Senior örömtánc május 30-án 11 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. A rettenetes szülőkkel kezd az új évadban a Krúdy Kamara, részletekről faggatom vendégeimet, hiszen itt van Jenei Judit színész és Keresztes Attila rendező, szervusztok! Szia! És hát azt beszélgettük itt a programajánlónk alatt, hogy már 5. alkalommal vagy itt Nyíregyházán, 5. alkalommal rendezel a Nyíregyházi Színházban. Mini jubileum, hát gratulálunk, Isten éltessen téged! Köszönjük. Szereted amúgy a társulatot? Igen, nagyon... Hogy mondjam, de nem csak emberileg, mert ugye az magántól értetődő, de hogy tehát így szakmailag egy olyan szép találkozásom volt, és ugye hát igazán ezt használjuk ki ezzel a társulattal, öröm mindig találkozni ezekkel az emberekkel, meg egyáltalán a színház, nagyon szeretek itt dolgozni, és mind eddig, vagy ez idáig legalábbis, mindig nagyon értékes, fontos előadásokat hoztunk létre. Ez is az lesz, hiszen nem is tudom műfajilag hova sorolható be, mert egy kis bohózat, de tragikomédia is van talán, igen, benne. Mi lesz ez a rettenetes szülők? Hogyan alkotod meg, hogyan viszed színre ezt a darabot? Ugye az alapja egy ilyen polgári dráma, de természetesen bohózati elemekkel, és egy tragikus kimenetelű történetet játszunk, és akkor mindezekből. És talán ez lesz a különlegessége, hogy ezen legalább annyira nehéz földolgozni, mint amennyire nevetséges, hát amilyen az életünk. Kizárólag egy színész központú előadás.
Tehát, hogy itt különösebben nem menti meg magát az előadást és a színészeket sem. És látom Juditot, ahogy mosolyog, hogy ez tényleg így van. A színészeket sem egyfajta rendezői esztétika, hanem ez ilyen kizárólag az ő viszonyaikból, az ő emberi minőségükből. Szóval ez egy igazi jutalomjáték öt embernek. Tényleg így van? Te hogy éled ezt meg, Judit? Abszolút maximálisan egyetértek Attilával ebben is. Mernél mást mondani a rendezővel? De amúgy tényleg ezt érzed te is színészként? Hogy abszolút. Vagy? Nagyon nagy kihívásnak tekintem ezt a feladatot mindannyiunk részéről. És a próbán során ugyanezzel szembesültem, amit az Attila címint elmondott, hogy nem csak, hogy kis térben játszódik majd az előadás, a kamara színpadon fogjuk bemutatni, ebből kifolyólag is nagyon nehéz helyzetünk van abból a szempontból, hogy nem lehet itt mismásolni, színészkedni, most nem is tudom, tehát, hogy pozitív értelemben értem ezt a színészkedést, hanem valójában meg kell élnünk azokat a pillanatokat, perceket és órákat, amelyet maga a szövegkörnyezet megkövetel, és ez igazán nagy kihívás mindannyiunk számára. Te kit játszol ebben a darabban? Madeleine szerepét kaptam Attilától, és hát nagyon izgalmas ez a feladat abból a szempontból, mert egy szerelmi háromszögnek vagyok a csúcsa tulajdonképpen. Két férfi, segíts Attila. Hogyan lehet ezt spoiler nélkül elmondani? Igen, nem tudom, hogy mennyire szövevényes, mondhatjuk el attól. Szövevényes, mint egy jó bohózat. Tehát ami öt ember közt megtörténhet, az mind benne van. Ajaj. Anya, fia, nővér, rokoni szálaktól függetlenül. És ugye mindenkinek igaza van a maga módján. És ebből fakadnak a konfliktusok, a bonyodalmak. Végtelenül izgalmas, egy picit olyan, mint egy ilyen krimi, csak egy ilyen lélektani krimi, néha, tehát hogy néha annyira képtelen, lehetetlen ajánlatokat tesz az író, hogy mondtam, hogy nagyon jó lenne egy ilyen kísérlet, hogy a nézőknek adunk ilyen kis piros szivacs labdákat, és amikor már nem bírom elviselni, hogy milyen buta, vagy milyen bonyodalmas lélektani dologba futott bele egy szereplő, akkor meg lehet dobálni őt. És ezer ilyen fordulat van benne, és ettől nagyon jó dolgozni ezen az anyagon. Mennyire másítottátok meg amúgy az eredetét? Tehát akár mondjuk a szövegkönyvre gondolok, vagy mennyire lazítottatok rajta úgy, hogy ez most legyen egy 2018-as, 19-es darab? Ezt a világot ismerjük. Ez egy nagypolgári családban történik. Tehát ezt a milliót, ezeket a viszonyokat, ezeket ismerjük. Ugye végül is a nagyszüleink, de egy picit a szüleink is még ebből a világból jönnek. Úgyhogy nem kellett különösebben kortársítani. Igen, húztunk a szövegből mennyiséget. De éppen azért, hogy ez annak ellenére, hogy milyen szövevényes, azért maradjon egy tömör. Uh-huh. Tömör. Még most hol tartotok? Tehát az olvasópróbánk azok már ilyen áprilisban elkezdődtek. Már a próbafolyamatok akkor vannak? Vagy ez hogy működik? Mi most a próbafolyamatnak úgy vagyunk a végén, hogy pár nap múlva lesz egy előadási, egy belső, csak egy piros labdás előadás. Igen, csak a belsősöknek lesz egy főpróbánk, és akkor ősszel egy hét alatt ezt úgymond felújítjuk, de minden elkészülünk most. Ilyenkor amúgy mennyire szigorú Attila? Gondolok itt arra, hogy van lehetőségetek egy kicsit improvizálni, vagy ötletet belevinni. Ez mindig érdekes, hogy mely rendező hogyan éli meg azt, hogy esetleg egy művésznek ad-e szabad kezet, avagy sem? Nagyon fontos kérdést tettél fel Attilával kapcsolatosan, mert az ő rendezői stílusa egészen egyéni szerintem, és pláne ebben a próba folyamatban is
megmutatkozik az, hogy ő mennyire kíváncsi a színészekre. És most gondolok arra, hogy bizonyos nyilván utakat mutat, fő vonalakat, hogy merre felé haladjunk, de a próbák során hagyja, hogy kiteljesedjünk, és őszintén magunkból fogalmazzuk ki azokat az érzéseket, gondolatokat, amelyeket... Néztem közben az arcát, hogy... Nem, alapvetően azt gondolom a színház csinálásról, hogy ez egy csapatjáték. És ahogy a színész az nem egy kivitelező, tehát nem egy szerzőnek, vagy egy rendezőnek, vagy egy alkotónak az ízlésvilágának, gondolatiságának, eszközeinek a kivitelezője, hanem társalkotó. És igazán én abból, tehát hogy itt ajánlatokból dolgozunk, hogy az én ajánlatomra elindul egy színész, én abból az ajánlatból megyek tovább, és ez így kéz a kézben haladunk egészen addig a végtermékig, ami ugye soha nincs kész. Egyrészt, másrészt meg, hogy ez egy olyan bizalmi viszonyban lehet azt csinálni, hogy ugye bemutató, akkor én elutazom, és teljes mértékben sajátjaként kell kezelje egy csapat azt az anyagot, mert másként ugye kidudorodik itt-ott olyan egyéni dolog. Tehát, hogy egy nagyon jó csapatjátékban szeretek én dolgozni, és ez nagyon szépen működik is. Azért volt jó most veletek beszélgetni, mert nem csak egy színi ajánlót láthattak, hallhattak most a nyíregyházi televízió nézői, hanem olyan értékes gondolatokat is mondtatok. Nagyon tetszett, amit mondtál, hogy a rendező nem színészként és nem társalkotóként néz a színészre, és ez szerintem nagyon fontos. Értékes rendező, tartsátok meg, gyere vissza még 6-szor, 7-szer, 8-szor, és még nagyon sokszor Nyíregyházára. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ne feledjék, a rettenetes szülők kezd majd a jövő évadban, a Krudi Kamarában érdemes lesz majd akkor is a színházzal tartani. Ennyi fért bele most a Siesta Pluszba. Jövő héten Dankó Laci és Fanni, Farkas Fanni várja majd önöket. Tartsanak velünk akkor is, kellemes hétvégét, jövő hétre pedig kitartást, viszontlátásra!